Sziasztok, Smit Andrá vagyok. Hát, mint látjátok, én így dolgozom, és most leveszem, és szerintem jobban tudok magatok beszélgetni, mert ebben semmit nem hallani. Szóval úgy néz ki, hogy a 2020-as járvány idejére digitálissá váltunk. Szeretettel köszöntelek titeket. És egy előadással készültem nektek, ahol a Zobodai Fogtündértől a Ragyogó Mosolyig elég sok mindenről szeretnék beszélni nektek. Remélem, sokan fogtok nézni így is, hogy személyesen nem találkozunk. Azt hiszem, hogy 22 éve dolgozom ebben a szakmában, és egyébként nagyon szeretem. 44 percben próbáltam összefoglalni a mondandómat, és ezt négy nagyobb témába leltem föl. A prevenció az egy, azt mondanám, hogy egy nagyon elcsépelt szónak tűnik már, nagyon sokat használjuk, nem csak a fogászatban, hanem minden más területen, hogy mennyire fontos a megelőzés. És ebben abszolút igazat adok, és én is így gondolom, sőt, ebben is dolgozom gyakorlatilag sok éve. Viszont a prevenció fontosságáról azon kívül, hogy hallani lehet, igazából egy valódi értéket megteremteni, az azért szerintem egy picit bonyolultabb, és ezt az értéket éveken át képviselni, azt hiszem, hogy nehezebb egy picit. Én talán most már ennyi idő alatt magamba szívtam annyi erőt és annyi tudást, hogy ezt az értéket megpróbálom átadni nektek és azoknak a kolléganőknek, akikkel valahogy az élet összesodor valamilyen területen. A mai előadásban négyféle témát próbáltam meg összeszedni. Az első azok a hazai kezdeményezések, azok a prevenciós programok, amelyekhez csatlakozhattok bármikor, és nagy szeretettel várnak minket, higiénikusokat, asszisztenseket, orvosokat, és nem feltétlenül csak a rászorulókra gondolok, hanem olyan intézményekre, akik már évek óta működnek, járják az országot, ezekről fogunk egy picit beszélni. Plusz a második részben azokról az önálló higiénikusi tevékenységekről, amiket remélhetőleg már ti is végeztek egy ideje, milyen termékeket javaslunk, milyen eszközöket használunk, és amit picit kiemelnék ebből az egész higiénikusi tevékenységekből, az az egyéni motivációs beszélgetés a páciensekkel. Én nekem az a tapasztalatom, hogy akire tudok szánni egy 15-20 percet, és meghallgatom a kérdéseit, és megpróbálok a legjobb tudásom szerint rá válaszolni, azok nagyon elégedetten és nagy örömmel jönnek vissza a fogászatra, akár hozzám, akár a szakorvoshoz. Úgyhogy ezek az egyéni motivációs beszélgetések, ezek azért elég bizalmasak, és én azt gondolom, hogy a kommunikációval már nagyon sok félelmet el lehet oszlatni, és itt indul el gyakorlatilag a prevenció vagy a kezelés.